Szombatra virradóan csalódott autósok tétován köröztek a városközpontban, hiszen autómentes napot hirdettek. Persze volt azért sok egyéb más is. Az egészséges életmód jegyében sportos rendezvények fiataloknak, a környezetvédelem jegyében napkollektoros bemutató, vásári komédiások, de minek soroljam. Tekintsék meg összeállításunkat. Szén és szénhidrogén alapú fűtésnek meg hőkezelésnek a korszaka nagyjából lejáróban van. Az, amit itt látunk, ez valami teljesen új. Miben különbözik ez a hagyományos megoldásoktól? Szép jó reggelt kívánok! Teljesen új technológia, ami jelen pillanatban mellettem áll, egy harmadik generációs napkollektor, vákumcsöves napkollektor, amelyik, ha megnézzük, éppen-éppen a 5-6 fokba már 89 fok meleget képes csinálni, 15 perc, 20 perc alatt. Ez abban különbözik, hogy az egy négyzetméter eső durván 1000 watt napenergiát összegyűjti, a legjobb hatékonysággal koncentráltan használati meleg vízre, fűtésre, segítésre és egyéb hőnyerésre lehet hasznosítani. Hát igazából ez egy olyan eszköz, amivel kis csúzással energiát tudunk nyerni, sőt nem is csúzás, ez a lényege. Igen, nem túlzás, mert a használati melegvizelevelhatásban 80%-os hatásfokkal, fűtés rásegítésben 35-45% közé tehető a jelenlegi technikával az eredményes megtakarítás. És ez télen is működik? Hát sajnos télen a fűtés rásegítés kevésbé működik, de napsütésben ott is jelentős hatékonysággal működik. Mutasson már be nekünk a mögöttünk lévő szerkezetet. Én azt látom, hogy nagyon szép, de hogy micsoda, arról halvány gőzöm sincsen. Ez egy vákumcsöves napkollektor, amelyik, ha megfogjuk, a külseje hideg. Benne, belül 10 a mínusz 6-on vákum van, atmoszféra, vagy bár, és végül is ez szigetel. Felső részén van egy kis szonda, amelyik átadja a benne lévő áramló folyadéknak, jelen pillanatban vagy víz, vagy fagyáló folyadék lehet. És ebben mind a kettőben, tehát a csőben is vákum van, ami már 30 fokon elpárolog, és tehát 30 fok a forráspontja, és tehát 30 fokon lekondenzál, ami azt jelenti, hogy kevés napsütés mellett is nagyon jó hatékonysággal működik. Ha megnézzük, hogy veszem ki a vizet bevezetjük a felső gyűjtőcsőbe, igen, amit áramoltatunk, és ha most megnézi, ez már éget, de nem lehet megfogni. A benne lévő kis hőmérő jelző, hogy már 90 fokra felmelegedett 15-20 perc alatt, ez emellett a elég kevés napfény mellett. Vándorszínház vagyunk, és majdnem mindig magunknak toborozzuk a közönséget. A legtöbbször Észak-Magyarországon csereháti kisfalvakba járunk játszani, és ott ugye a színház, mint olyan ritkaság, és elmegyünk házról házra, és meghívjuk a népet egy jó kis középkori hangulatra.
maguk egy időutazást csinálnak, ez életforma? Nagyon érdekes, mert még a 15.-16. századból nagyon nehezen tudunk kimászni, már 2000 óta benne vagyunk, viszont ahova járunk játszani, az is egy időutazást, mert olyan, mintha megállt volna a történelem egyes észak-magyarországi faluban, olyan, mintha 50 évet mennénk vissza, minimum. És ez egy nagyon érdekes keveredés, nagyon furcsa hangulat tud lenni. Ez az élet maga a szabadsága, hogy ahogy ez az ön szavaiból kijön. Van-e kötődésük városunkhoz, van-e kötődésük Újvároshoz, a Holtobágy megyékéhez, esetleg talán paraszti kultúra, Veres Péter? Én Valmazújvárosi vagyok. Én itt születtem. Most meséltem a társulatnak, hogy milyen jó volt régen itt. Itt színházbérletem volt például. Kölyök fejjel én jártam nézni a Déli Négy Színházat, Omega koncert, irodalmi estek, Zsolnai Hédi, Sanzon estje, hogy abban az időben nem így volt ez, hogy a kis falvakat kihagyja a kultúra. Nincs már pénz a nagy színházaknak utazni, nem tudnak tájolni. És akkor marad a silányos, felszínes kultúra. Én itt a Hortobágyi úton születtem, én még Veres Pétert láttam, itt a tanácsházán volt író-olvasó találkozó annak idején is, és én ott csodáltam az öreget. Nagyon szerettem, olvasom, és sőt, mai napig is föllapozom. Hogy kerültél Újvárosra? Hát a gimnázium, itt akkor jó sportélet volt abban az iskolában, ahova én jártam, és az egész kézilabda csapatot fölvették a Betlenbe, Debrecenbe, hát így ment ez akkor is. Úgyhogy egy komplett csapat felvételt nyert a közgazdaságiba, én és a közgazdaságtan, és akkor utána már Debrecenben maradtam. Ott találtam meg a munkát, meg a lehetőségeket. Azért milyen érdekes az élet, azt mondja, hogy vándorszínész, vándortársulat, egyszer csak haza talál. Igen, többször is hazajárunk, minden nyáron a saját utcánkba, anyujék háza előtt szoktunk játszani. Az úgynevezett darusiaknak, úgyhogy már várnak is bennünket. Csak úgy, ott az árokparton. De sokan, 150-200 ember oda gyűlik. És ott ezek, pontosan 10 évvel ezelőtt elbőgtem magam, és mondtam, hogy erről álmodoztam, hogy én egyszer hazajövök a szülőfalumba, és itt megmutatom, hogy mit tudok. És ez hihetetlen érzés volt azoknak a néniknek, akik annak idején, hát az a Rozika nem normális. És azon megmondtam, hogy igen, én így vagyok hülye. A mai nap a környezetvédelem és a sport jegyében telik. Melyik a fontosabb az ön számára? Mind a kettő. Nem lehet különbséget tenni, hiszen olyan környezetben jó sportolni, ami egészséges. És egy környezet akkor lesz egészséges, hogyha vigyázunk rá, minél inkább megpróbáljuk azt a fajta szennyezést csökkenteni, amit egyébként csak egy átlag polgár a háztartásából is a környezetbe bocsájt. De azon kívül ez a rendezvény szerintem azért is jó, mert nagyon illeszkedik abba az elképzelésbe, hogy minél több együttlét legyen, hasznos együttlét a város lakói részéről. Másrészt nagyon hasznos dolgok vannak többek között ez a napkollektoros rendszer, amit szerintem nagyon jó, hogyha minél többen megnéznek, hiszen éppen most hallgattam a tévében a híreket, megint gázáremelés lesz. Tehát gondolkodni kell azokba a alternatívánkba, ami valami fajta megtakarítási lehetőséget hoz a lakosság számára, de mint polgármester is nézem ezt a rendszert, hiszen az önkormányzat intézményeinél is komoly megtakarítást lehet elérni majd ezzel. Városi szinten van rá hatása egy önkormányzatnak, vagy egy polgármesternek, hogy valahogy takarékosabban éljünk, vagy legalábbis kevésbé pazarlóan? Direktben nincs, véleményem szerint a személyes példamutatással lehet egyrészt, másrészt pedig, hogy az intézményeink, amelyek fölött mi gyakoroljuk a irányító szerepet, ők sem pazarolnak. Tehát ha a gyerekek azt látják az iskolákban, hogy az iskolákban odafigyelnek arra, hogy ne legyen 30 fok, amikor nem kell annyinak lenni, ne téren ne az utcát fűtsük, tehát olyan melegre fűtjük fel az intézményeket, hogy az ablakot ki kell nyitni, ugyanakkor nem engedjük azt, hogy a szemetet eldobálják, tehát nagyon sok minden, ami indirekt módon befolyásolja a gyerekeket, aztán a szülőket is, mert a legfurcsább az, amikor egy gyerek szól a szülőnek, hogy ne dobd már ezt a szemetet, de remélem, hogy eljutunk arra a szintre, amikor a példamutatásunk erőszakkal ezt nem lehet, mint ahogy semmit nem lehet. Tehát kötelezni nem lehet a lakosságot arra, hogy figyeljen a környezetére, kérni lehet őket, meg azt lehet bizonyítani,